Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Illetve sok szeretettel köszöntöm mai Pontma című műsorunk meghívottját, Kovács Zoltán Róbertet, a Maros megyei hegyi mentő szolgálat vezetőjét, és hát először is kezdjük egy ünnepélyes pillanattal, hiszen nemrég töltötte 17 életévét, ha így lehet mondani egy szervezetről, a maros megyei hegyi mentő szolgálat, ez augusztus 1-én volt, amikor a hegyi mentők napja is volt. Hát azóta már eltelt néhány hét, de azt gondolom, hogy az ünneplés ez sincs késő, és hát egy kicsit beszélgessünk arról is, hogy Honnan, hová tartott az elmúlt 17 évben a Maros megyei hegyi mentő szolgálat, illetve hát beszélgessünk erre a, erről a nyárról, aminek a végére járunk most már, és, és lássuk, hogy mik történtek, illetve mire figyeljünk ősszel, hiszen ősszel is egy nagyon fontos, komoly túrázási periódus kezdődik. Örülök, hogy itt lehetek. Igen, most már 17 éve megalakult a Maros megyei szolgálat. Hát augusztus 1-e körülbelül egy olyan 10 éve volt nyilvánosan is kijelentve azt, hogy a romániai hegyi mentők napja, és mivel mi is pont augusztusban alakultunk, nem pont elsőjén, de akkor úgy csinálta a csapat, hogy azt mondtuk, hogy akkor mindig augusztus elsőjén a megalakulásunkat is meg tudjuk ünnepelni. Természetesen ez nálunk nem arról szól, hogy nagy dinomdánom van, hisz augusztus az a hónap, amikor a legtöbb baj történik a helyen, hisz akkor van a legtöbb szabadság, a legtöbb ember is akkor azt a periódust válasza, hogy kimenjen a természetbe. Éppen ezért mi mindig az őszire tesszük át, majd azt, amikor a csapat közösen kivonul egyet a, a, a hegyre családostól, és ö, ö, megemlékezünk arra, hogy mit is csináltunk az elmúlt években, de természetesen mindig augusztus 1 is a kollégákkal együtt az egész országba megünnepeljük a Romániai Hegyi Mentők napját, ami elvégre egy, egy olyan nap lett, amikor tényleg az egész országban, ugye a hivatalos szervek, mind a turisták megemlékeznek a hegymentő szolgálatokról. Nos, hát mindjárt nagykor lett ez a szervezet, amelynek a születésénél is ott voltál. A Maros Megyeiről beszélünk természetesen. Mi történt ez alatt a 17 év alatt? Nagyon sok minden, de hogy gondolom voltak emlékezetes pillanatok. Hát igen, egy érdekes esemény volt, hisz 2005-ben jött ki az a törvény Romániában, ami kényszerítette az összes megyei tanácsot, ahol hegyvidék van, hogy megalakítsa hivatalosan is a hegyi mentőszolgálatokat, hisz Maros megyében is már voltak önkéntesek az előtti periódusokban, de nem hivatalosan működtek, nem volt egy intézmény, akit fel lehetett hívni, hanem barátok barátokat hívtak, és úgy történt a hegyi mentés a megyében. És 2005-ben, amikor megjelent ez a kormányhatározat, akkor közösen olyan ismerősökkel, akikkel sokat jártunk a hegybe, eldöntöttük azt, hogy mi is beállunk önkéntesként a Maros-Megyei Hegyi Mentőszolgálatba, és akkor még Lokodi Edithelmű volt a megyei tanácselnöke, vele tárgyaltunk nagyon sokat, elmeséltük az elképzeléseinket, elmondtuk neki, hogy szeretnénk a következő periódusban ezt a szolgálatot felfejleszteni. És hát több mint két évig még én is önkéntesként dolgoztam. Az egész megalakulást így végeztük önkéntesen, és akkor, amikor két év után már úgy éreztük, hogy tényleg ez már egy hivatás lett számunkra, és az elnökasszony is kérte, hogy az jó lenne, hogy ez a csapat, aki alakította, legalább egy pár ember bekerülne az alkalmazottak közé, akkor döntöttem úgy, hogy ott hagyom az addigi pályafutást, és Tényleg megpróbálom ezt tehát a, a az élet uh, utat választani uh, és ez, ez nem egy 8 órás munkaidő, azért azt gondolom tehát uh... Lehet, hogy van olyan nap, amikor nincs 8 óra, de van, amikor 24 van. Ja igen, ez egy folyamatos készenlétben van a csapat mindig. Persze megvannak azok, akik szolgálatosak 24-ből 24-et, megvan az, aki pihen, de igazából, mivel nem az a, az intézmények közé tartozunk, ahol sok alkalmazott van, nagyon sokat dolgozunk önkéntesekkel. A csapat nagy részét most is önkéntesek teszik ki, hisz jelen pillanatban 10 alkalmazottunk van, és több mint 30 önkéntesünk, akik hivatásos hegyi mentők, hisz megcsinálták az országos hegyi mentőiskolákat, de önkéntesen dolgoznak mellettünk. Természetesen, főleg ez a tíz alkalmazott folyamatosan készenlétben van, és amikor itt vagyunk, nem számít az, hogy mostan pont a szabad időmet töltöm, hogyha a kollégáknak szükségük van rá, rám, vagy egymásra szükség van, akkor természetesen ülünk az autóba, és végezzük a hivatásunkat. Van igen olyan napok is, amikor nincsenek akciók, nincs minden nap sérült a hegyekbe, szerencsére, de ellenben azokban a napokon is megvan a feladat, hisz egy intézményt kell vezessünk. Mi gondolom, a... hogy elég sok adminisztrációval is é, jár, van, tehát plusz nem csak a látványos a... része létezik ennek a munkának. Igen, plusz a megelőzés, hisz számunkra a legfontosabb az, hogy nagyon sok időt fordítunk arra, hogy megelőzzük a baleseteket. Ez pedig azzal jár, hogy a, a megyei turista ösvényeket is mi takarítsuk, mi tartsuk karban. Jelzőtáblákat, figyelmeztető táblákat, térképeket helyezünk ki, folyamatosan kommunikálunk online is a, a turistákkal. Van a dispatcher szolgálatunk, akik 24-24-et felveszik a telefont és kommunikálnak azokkal, akik információkat kérnek tőlünk. Úgyhogy van egy egész nagy munkaprogram a hátunk mögött, nem csak azt kell elképzelni, hogy ülünk az irodába és várjuk, hogy valaki lesérüljön a hegyen, hanem egy egész intézményt vezetünk az összes vele járó tevékenységgel. Raktárok, autóparkok, minden-minden, ami, hozzátartozik. Azért jó, hogy ezekről az utóbbiakról, hogy raktárok, autóparkok, ezekről többes számba tudsz beszélni, ez azt jelenti, hogy azért van előrelépés a felszereltség szintjén is. ja, igen. Hát ebben a 17 évben azért sokat dolgoztunk azon is, hogy ez mind meglegyen, hisz az elején saját felszereléssel, a bázisokat saját erőből, otthonról hozott pénze újítottuk fel, tettük kényelmesé, hisz nagyon régi lepukant házakat kaptunk, a hegyen egy-két munkapontot alakítottunk ki, úgyhogy még fűtésre volt télem benne. Úgyhogy eztet kellett felfejleszteni egy olyan szintre, ami megfelel az elvárásoknak, az Európai Uniós elvárásoknak. És szerencsére már a legelején úgy uh, Lokodi elnökasszony, mind az utána következő uh, Csiprián Dobré is, uh, és Péter Ferenc is, mely, három megyei tanács elnökkel dolgoztunk már együtt, megértette, hogy mi ennek a a fontossága ennek a szolgálatnak, és teljes támogatásokat adták ahhoz, hogy jelen pillanatban a Magyaros megyei hegyi mentőszolgálat annak ellenére, hogy egyik legkésőbben megalakult hegyi mentőszolgálat volt az országban, ott vagyunk a top 5 be úgy felszereltségileg, mint emberi számba, meg a szakma tudásában. Ezt, ha már említetted, akkor azt is el kell mondanunk, hogy ez nem egy olyan munka, ami, amire egyszer felkészül az ember, elvégez mondjuk egy tanfolyamot, és kész. Tehát itt ennek sosincs vége, folyamatosan részt vesztek különféle továbbképzéseken, képzéseken, sőt, te magad is, tehát nem úgy van, hogy a főnök már úgy is tudja, és ő többet nem kell menjen. Én úgy tudom, hogy te is azért elég gyakran elmész különféle képzésekre, nem csak azok, akik ja, később léptek igen. be a csapatba. Nem, nem, ez természetes. Ezen felül külön gyakorlatokat tartunk, két havonta edzésprogramok vannak, feladatok vannak, hogy mit kell teljesíteni egy mentő minden évben a munkáján kívül. Hisz megtörténhet az, hogy hétvégeken, amikor szolgálatban vagy hétközben szolgálat van, akkor túl sokat ülnek benn a munkapontokba, hisz az a szolgálatos csapat, az tényleg kell várja a hívást, és csak arra van. És van, amikor hogyha nem megy ezen felül a hegyre, akkor ellostul az ember, és pont és ez ezért... ez egy fizikai erőnlétet is, tehát egy folyamatos toppon nevést igényel. Így van, így van. És ezért, ezért, ez, ezért nevezzük mi azt, hogy ez egy életforma, hisz a munkán kívül is ugyanezt csináljuk ugyanúgy járunk a hegyre, ugyanúgy járunk buvárkodni, vagy éppen barlangokba, és ezen felül természetesen az elsősegét, tanfolyamokat minden két évben újra kell csináljuk, Hegymentőként mentőként is újra kell vizsgázni minden három évbe, valamint minden évben újra kell vizsgázanak a kutyás csapataink, és a barlangász csapat is minden három évben újra kell vizsgázzanak. Ezért természetesen, hogy mindenki igyekszik formában lenni, megtanulni, képzések Járni, és az önkénteseink is minimum két évet kell önkénteskedjenek, és tanuljanak azért, hogy eljussanak az országos hegyi mentőiskolába. Pont mostan készítünk egy pár önkéntes jutott, hogy elmehetnek most már iskolába, leállt ez a két éves önkénteskedésük, és nemrégiben volt a vizsgájuk, hisz a szeptember 3-án már kezdődik az országos felkészítő, és bizony nem mindenkinek sikerült a vizsga. Vagyis tényleg oda kell tegye magát az az önkéntes abban a két évben, hogy... Fizikailag nem felelt meg? Tehát a fizikai... A fizikai hírások? nem, a technikai tudás hiányzott bizonyos személyeknél. Úgyhogy a hat Önkéntes helyet csak négyet tudok elküldeni az országos iskolába. Természetesen a többiek előtt se zárul be a kapu, és mondjuk azt, hogy többet már nem önkénteskedsz nálunk. Ellenben a jövőbeli vizsgájukra biztos, hogy jobban fel fognak készülni. Lehet, hogy nem vették komolyan, azt gondolták, hogy ezt úgy is tudom? Mert... Hát többi valószínű, hogy azt hitték, hogy most már annyira csapattagok lettek, hogy, hogy nem lesz a... olyan nehéz a vizsga. Ellenben a vizsgát egy országos oktató végezte. De nem is Maros megyébe. Úgyhogy ez nem volt olyan egyszerű. A csapatottság nem sokat számított. Itt <laughs> igen, itt az az, az az oktató pedig teljes mértékben azt kérte, amit kérni fog tőlük az iskolá kezdéskor is. Nos, hát én átnéztem egy kicsit a csapatot, ott a fotókat, amik a honlapon találhatók, és hát elég sok lányt, hölgyet találtam a csapatban, pedig az ember azt gondolná, hogy a ti munkátokban a nőknek nem sok helye van. Igen, ez egy érdekes dolog a Maros megyei szolgálatnál. Nem csak nálunk vannak lányok, de uh, tényleg nálunk most már uh, úgy érezzük azt, hogy, uh, hogy teljesen nyitott nyitottak, és a lányok uh, pedig elmesélik a barátnőiknek, hogy uh, tényleg, nem csak arról szól ez, hogy egy ilyen durva fizikai férfi munka, hanem tényleg a lányoknak is van helye a csapatban. Persze ezek a lányok is meg kell teljesen feleljenek ugyanannak a feltételeknek, mint a a fiú hisz, hogyha ő van szolgálatban, és akkor van egy baleset, pont úgy oda kell tegye magát. Mint... Csak lehet, hogy nincs fizikai ereje lecipelni valakit a hegyről. Igen, Meg, megkapjuk a, helyet helyét a csapatban, megkapjuk mindig azt a feladatot, amit ő kell elvégezzen. Ő foglalkozik többet a sebesülte, ő beszélget többet vele, míg a fiú végzik inkább az erőnléti munkákat. Ellenben technikailag és a fizikai teszteket is ugyanazt végzik a lányok is, mind a mind a fiúk, nincs És úgy különbség. látom, hogy van érdeklődés, tehát, hogy Igen. Mi vannak egyetőben. hát hogy mostan vannak? 10 lány van a csapatban, 40 emberben, úgyhogy ez, ez egy elég komoly létszám, és most is a, ebbe az iskolába két vagy három lány fog menni most a szeptemberben. És hát vannak négy lábú munkatársak, és róluk se feledkezzünk meg, mert azt gondolom, hogy azért komoly munkát végeznek. Igen, hát egy jó ideje, most már nyolc éve van kutyás egység a csapatunkban, most már kettő, hisz szerencsére a amikor beindítottuk, mert pont én vállaltam be először azt, hogy egy kutyás egységet betanítsak, és a saját kutyámat képeztem ki kereső kutyára. Ez egy nagyon hosszú és kemény munka volt, több mint két év volt, a, főleg a beindítása ennek a kutyának, rengeteget kellett dolgozzak vele, de azt mondtam, hogy mindenféleképpen ki kell próbáljuk, hogy mennyit tud segíteni egy kutya a csapat munkában, és ez a két év alatt szerencsére egy másik kollégám is megszerette, rájött, hogy neki is, és úgy már két kutyás csapatunk van, és talán hamarosan már három lesz. Nagyon nehéz, hisz tényleg sok munka van, tényleg kell szeres dolgozni az állattal, akár napi szinten is, főleg az első két-három évben. Úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy lesz tíz kutyás csapatunk a De szükség következő lenne rá, ellenben, ilyen? igen, igen. Hát nagyon sokat segítenek, főleg a keresésben, hisz nagyon fantasztikusan tudnak dolgozni ezek a kutyák, és nem fáradnak el. Akár egy keresés ideje alatt, akár tíz embernek a munkáját is tudják végezni. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy a keresésben a kutya fogja megtalálni az eltűnt szemét, ellenben azon a területen, hol a kutya dolgozik, ott legalább tíz embernek a munkáját csinálja, és az a tíz ember nem kell abban a sávban keressen, hisz a kutya elszalad 50 métert jobbra, 50 métert balra, ez a terület biztos le van, ha ott van valaki, akkor száz százalék, hogy megérzés megtalálja, és a az a tíz embernek, aki végezni azt a területnek a kutatását, azok máshol tudnak keresni, más helyen tudjuk őket bevetni. Úgyhogy ha nem is a kutya találja meg, ellenben biztos, hogy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy megtaláljunk egy eltűnt szemét hamar, mint kutya nélkül. A Lavinában... Kutya csak a gazdájával dolgozik, tehát neked van egy keresőkutyád, ahhoz, hogy bevethető legyen, ahhoz neked is jelen kellene lenni. A kutyának egy gazdája van, az az, akivel megcsinálja a képzést, ezt nem is lehet másképp csinálni, sehol a világon nem uh, lehet úgy, hogy a kutyát odaadjuk más valakinek, és az dolgozik vele csapattag, de mégiscsak egy állat. Igen, igen. Hát rá egy emberre kell igazából hallgasson, ez az ő feladata. A családban is érzik, hisz ez egy, mondtam, ez a mi kutyánk volt, a gyerekek is mindig mondják, hogy Á, ez a te kutyád, de a legjobban. És mondtam, ez normális, hisz én foglalkoztam vele, főleg az első három évben folyamatosan napi szinten, hisz az első hónapokban még az is meg volt szabva, hogy nem tányérba evett ez a kutya, csak az én kezemből. Ez volt az első olyan dolog, amivel nagyon összekötöttük egymást, hogy miután elvették a, a az anyjától a kiskutyát, utána oda került hozzám, és azt a csak én hónapokon keresztül kézből letettem. Effektív annyira összekötött ez a dolog minket, hogy annak ellenére, hogy teljes mértékben elfogadja a család többi részét, hallgat rájuk, játszik velük minden, ellenben amikor én felállok mondjuk, hogyha kinülök az udvaron, és a gyerekek játszanak vele, a kutya rögtön oda jön az én lábam mellé és megnéző, hogy mit kell csinálni. A főnök az főnök, így, így mondják. Nos, hát mikor megy nyugdíjból egy hegyi mentő? ember, illetve kutya. Hát, a kutyák azok olyan tíz évesen, ez a, az kutyától is függ, hogy mennyire tudja bírni a munkát, akár lehet többet is vele dolgozni, de, de azért utána már azok a kutyák ki vannak öregedve. Uh, én is már azon gondolkozok, hogy Tas már betöti a nyolc évet most szeptemberben, hogy szép lassan a uh, új kutyát is vegyek, és kezdjek szépen lassan vele dolgozni, és Tasta is sokat fog tudni tanulni. Uh, a hegyi mentő sajnos Romániában jelen pillanatban még mindig mindig 65 évesen kéne nyugdíjba menjen. Van egy törvénytervezet, ami ezt lecsökkenti 57 évre, de mivel oda kerültek a mentősök is ebbe a törvénybe, és több ö, olyan szolgálat rögtön észrevették, hogy hát ha most hirtelen az összes mentőst, aki betötött az 57 évet elküldenék nyugdíjba, akkor ember, ember nélkül maradnak a mentőszolgálatok. A hegyi mentőknél ez még nem érvényes, hisz ö, ö, nagy része a csapatnak azért még 50 év alatti nálunk is, és az országban is nagyon kevés hegyi mentő van, aki már betötötte mondjuk a 60 évet. Úgyhogy ez ránk nem vonatkozna, ellenben ez a, hat, ez a törvény minél hamarabb be kéne jöjjön, hisz Érezzük magunkon, én is már 50 közel vagyok, 48 éves vagyok, hogy azért 65 évesen nagyon nehéz, vagy 60 év fölött nagyon nehéz lesz már. Úgy megcsinálni egy hegyimentő akciót, mint ahogy meg tudná azt oldani egy 25 éves, 30 éves fiatal ember. Igen, úgy, hát azt gondolom, hogy nagyon fiatalon még kevés a tapasztalat, és jobb a fizikum. Igen. A kell, fele kell, lehet, kell hogy kever, a tapasztalat, persze, persze, és, persze, így van. De azért kell a fizikai. Keverjük különbözés. a csapatokat, természetesen mi is minden akcióban vannak tapasztaltabb hegyimentők és fiatalabb hegyi mentők, és tényleg pont ez a lényeg, hogy a fiatal gyorsan Felfut a hegyre, és kezdi az elsősegély ellátást míg az öregebbek viszik a felszerelést, és lassabban mozognak a hegyen, de mire odaérünk, addig a sebesült már teljesen elő van készítve uh, szállításra, és uh, így oldjuk meg ezeket a, az évkülönbségeket. Nem kell a fiatal ugyanolyan ütemben fusson, vagyis menjen, mint egy 50 éves hegyi mentő. Ellenben mondom, jelen pillanatban maximum 50 éves hegyi mentőink vannak Maros megyében és legtöbb, mint fiatal. Tehát De jó, ezek az embereknek az idő telik, az időt elik, és tényleg nem tudom elképzelni jelen pillanatban, hogy uh, ugyanilyen intenzitással tudjuk mi végezni a hegyi mentést 60 év fölött. A másik dolog meg az, hogy nem gondolom azt, hogy egy hegyi mentő, aki több évtizedet az életéből ezzel a munkával töltött, az megengedheti majd magának, vagy jól érezné magát, hogy ő csak az irodai munkát végezze, meg felveszegesse a telefont, Igen. és ne is menjen a hegyre. Igen, és azt pedig végképp nem lehet megcsinálni, hogy most betötötted az ötven évet, menj keresi magadnak más munkahelyet, mert az nagyon nehéz lenne úgy, úgy mint, mint, emberileg nehéz, és szakmailag is, aki már lehúz 30-40 éve, 30 évet egy hegyi mentőszolgálatnál, hogy utána menjen egy más helyre azért, mert fizikailag nem képes már menteni. Na, hát valószínű, és reméljük, hogy ez is megoldódik itt közben. Én is ha, nagyon remélem. Közben itt mondja a kollégám, 5 percünk van az időből, <laughs> és akkor ebben az 5 percben megkérlek, hogy amennyire lehet próbál meg összefoglalni, hogy milyen volt ez a nyár, illetve mire figyeljünk az ősszel, azok, akik elindulnak a hegyre, ezt sokszor elmondjuk, hogy megfelelő ruházat, megfelelő cipő. Itt egy érdekes dolog, amit mostanában láttam a Facebook posztjaitokban, hogy nem mindegy, hogy mivel tájékozódunk. Igen. Erről szerintem érdemes beszélni, mert erről nem nagyon szoktunk. Igen, érdemes. A nyár szerencsére nem volt túl bonyolult, vagyis nem volt nagyon sok hegyi ment. Körülbelül egy olyan jó 30%-a kevesebb mentőakciónk volt, mint a tavalyhoz képest. Mondjuk ez annak is köszönhető, hogy most már sokkal többen mentek külföldre igen, kirándulni, mind az ezelőtti két évben. Az ezelőtti két évben tényleg folyamatosan mentő voltak a nyári periódusban, mindenki itthon volt. Úgyhogy remélem, hogy ez így is marad. Ősszel természetesen oda kell figyelni arra, hogy annak ellenére, hogy majd itt még nagyon meleg lesz a hegyen, azért már lehűl a levegő, már most elkezdett hűlni, és a reggeli órákban azért már 5 fokokat, 4 fokokat is mérünk a hegyekbe, vagyis reggel azért még fel kell öltözni, utána pedig legyen nálunk olyan ruha, hogy le tudjunk vetközni, és a délutáni órákban akkor már lezserebbül tudunk turázni a hegyen. A tájékozódás természetesen az nagyon fontos a hegyen, nagyon fontos azt, hogy olyan GPS-eket használjunk, amin rajta vannak a legjobb térképek, aktualizálva vannak a térképek, és ezeket tanuljuk meg használni is, hisz nem mindegy, hogy bekapcsolunk egy GPS-et, és nézzünk ki a fejünkbe, és azt se tudjuk, hogy mit magyaráz nekünk, és sokszor, sok baleset pont ezért történt meg, hogy biztonságban érezte magát mondjuk ködbe, de nem olvasta le jól a GPS adatokat, és bekerült egy olyan helyre, ahol se előre, se hátra nem tudott már haladni. És hogyha okostelefonnal akarunk Tájékozódni a hegyen, akkor le kell tölteni azokat az applikációkat, amire már fizetünk is, nem az ingyenes applikációk, hisz azok nincsenek olyan gyorsan updatelve, nincsenek a megfelelő információk benne, és tényleg a hegyen nagyon fontos az, hogy egy megbízható applikáció legyen a mobiltelefonunkon. Mi az, amit ajánlott? Tehát a, melyik az, amelyikbe meg lehet bízni? Hát többféle ilyen applikáció van, de én amit ajánlok, az a, az a Szálvamont applikáció. Romániában ez ingyenesen letölthető, és a Vodafone biztosítsa a, a, ezt a, a készülékekre. Azért ajánlom eztet, hisz egy az, hogy a térképek mindig update -elve vannak, és kettő az, hogy van egy SOS gomb is ezen az applikáción, amelyik rögtön jelzi, hogy baj van valakivel, ez országos diszpécser szolgálatnál. És akár, hogyha nem is tudunk vele beszélni, akkor rögtön egy helyi, hegyi mentő csapatot ki tud küldeni a helyszínre. Tehát akkor az emberek nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hogyha Igen. ezt használhat. és, és hogyha a túra elején beindítsuk a trekket, akkor akár a diszpécsers szolgálat végig tud követni minket az útvonalunkon. Ezt főleg olyanoknak ajánljuk, akik nagy csoportba mennek, főleg gyerekekkel, tábor, iskola kirándulásokon, hisz sokkal biztonságosabban tudnak mozogni, hogyha valakit tudják, hogy követik, ha véletlenül megállnak, nem haladnak előre, tudnak kapcsolatot teremteni velük, vagy akár egy hegyi mentőcsapatot kikügyenek a helyszínre. Ez a, ennek az applikációnak a neve a Szálvamont, és ingyenesen le lehet tölteni legyen ez a végszó. Köszönöm szépen Kovács Zoltán Robertnek, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta, és hát boldog születésnapot és jó bulizást a hegyi mentőknek. Köszönjük. És nem tudom, hogy ilyenkor mit kellene mondani ebben a helyzetben, hogy kevés munkát, de az sem. Nekünk az a jó, hogyha kevesebb a munkánk, hisz akkor nincsenek sérültek a hegyi. Viszont amikor, amikor munka van, akkor, akkor hát. ott vagytok és segítek. Önöknek köszönöm a figyelmet, és azt, hogy ma is velünk tartottak, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is, és hát túrázzanak sokat, kiránduljanak, elővigyék érdemes és kell is a hegyre menni. Viszontlátásra!